és pénzügyírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Deák Dávid üzletkötő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Hogyan áll a budapesti értéktőzsde? Eléggé eseménytelen eddig a kereskedés itt a budapesti értéktőzsde, most 0,5%-os mínuszban a Bux Index 41.528 ponton áll. Forgalom az nagyon-nagyon-nagyon alacsony, még 500 millió forintot sem éri el, úgyhogy mondhatni, hogy ma reggel kivárnak a befektetők itt a hét fontosabb makroadataira, és a nagy papírok közül igazából az OTP mozgása tökéletesen megegyezik a Bux Indexével, 0,5%-os mínuszban a hazai bankpapírunk 8120 forinton áll. A MOL 2816 forint, ez mínusz 0,8%-os mozgásnak felel meg, és 3%-os csökkenésben a Richter 8150 forinton, Telekom árfolyama nem változott, 320 forinton kereskedik továbbra is. Oké, mire várunk? Kamatdöntésre, amerikai adatokra, infláció, GDP, EU-s adatok, mi az, ami mozgathatja a piacot? Kamatdöntések lesznek a héten, ugye mai nap délután 2 órától a Magyar Nemzeti Bank a havi kamatdöntő ülését láthatjuk majd, holnap pedig a Fed folytatja igazából a nemzetközi kamatemelési ciklust is. Én azt gondolom, hogy az egész részvénypiac alapvető hangulatát fogja főleg a holnapi bejelentés meghatározni, és ilyenkor azért ez nem ritka, hogy kivárnak a befektetők, és megvárják, hogy mit szól igazából a nagy irányadó jegybank. Stimmel. Devizapiac, igen. Devizapiacon láthatunk egy kicsit nagyobb mozgást, a tegnap délutáni forintgyengülésbe ma tudunk egy kicsi erősödést felmutatni. Egy euróért jelen pillanatban 397 forint 70 fillért, míg egy dollárért 389 forint 20 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. Több keresztekben szintén egy kicsit kivárást láthatunk, az euró-dollár továbbra is egy 0,220-as árfolyamon van, és ott is igazából igaz az előbb elhangzott, hogy valószínűleg a nagyobb mozgást a holnap esti Fed kamatdöntő ülést tud hozni a piacra. Oké, várjuk akkor ezeket. Nagyon szépen köszönjük az információkat. Szia-szia! Deák Dávid üzletkötővel beszéltünk a budapesti értéktőzsde első órájáról, kicsit több, mint órájáról. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.